Előkészületi munkákat végeztünk, takarítása akkor a hézokat kitakarítjuk, vissza erősítettük, megtömörítettük hőzakkénti anyagokkal, és akkor ráhoztuk az aszfaltrácsot, leragasztottuk emulziós permetezéssel, előkészítettük, és akkor most holnap szeretnénk végezni az utcával. A kivitelező cég építésvezetője Görgei Artur utca aszfaltozását megelőző előkészületi munkálatokat sorolta Nagy Dorogon. Korábban a településen önkormányzati forrásból a Dudás közben 120 méter, valamint a Görgei utcában 300 méter hosszan járdafelújítás történt. Utóbbi utca aszfaltozásának előkészületei októberben kezdődtek. Valamikor ez egy beton út volt, tele dilatációkkal. Akkor abban az időben, x évvel ezelőtt, ezt nem is tudnám megmondani mikor, akkor húztak rá egy aszfalt réteget, ami most már elkapott, illetve a dilatációknak felvállal. És szinte olyan volt, mint hogy a mulatta utaznánk, az autóknak majd kiesettek ereke, illetve a biciklisek is alig tudtak rajta közlekedni már az úton. Ez egy nagy forgalmat visz át, hiszen tulajdonképpen majd csak nem azt lehet mondani, hogy ez a Görgei utca, ez köti össze a úgymond vala Alszeg és Főszeget a központtal. És hát most bízunk benne, hogy ez most azért egy jó ideig tartós lesz. A Görgei utca felújításának összköltsége 17,5 millió forint, melyből 15 millió forintra sikeresen pályázott a belügyminisztériumnál a település vezetés. Ezzel a fejlesztéssel párhuzamosan folyamatban van a könyvtár mögött található kerékpárút kialakítása is. Murvából, tehát ez a kő Murvából az alapja elkészült, majd még azt még kitaláljuk, hogy egy valami kicsit keményebb réteg is kerül rá, de ott semmiképpen valószínűleg nem aszfalt lesz, lehet, hogy csak martaszfalt, lehet, hogy még egy ilyen 0-20-as kő, valami be lesz még dolgozva a tetejére, de már így is közlekedhető. Ott járművek nem fognak közlekedni, kerékpáros és gyalogosnak. Nyilván akkor nem kell akkor alap, meg nem kell akkor a kivitelezés hozzá, hogy az is megvalósuljon. Még az idén megújulhat az önkormányzatnál található parkoló, a bontási munkálatok már megkezdődtek. Emellett több pályázat benyújtásra került a megyei terület és településfejlesztési operatív programhoz, ezek elbírálása folyamatban van. Az elképzelések szerint a közeljövőben piaccsarnok épülne, csapadékvíz elvezetés valósulna meg, valamint az egészségház teljes korszerűsítése is megtörténne Nagy Dorogon.